A hazaiaknál Bogunovics 5 sárgalap miatt eltiltását tölti, Csillus nagy, Szluka és Tíber sérült, de ezúttal kimaradt a kezdőből Vankó és Ahodike is. Először lehetett kezdő viszont a korábbi kecskeméti kedvenc Janik. Martínez a videóton elleni piros lap miatt nem játszhatott a haladásban, Fehér és Rád sérült, Kutor Attila először meccselhetett vezetőedzőként, valamint sérülése óta Kassai Viktor is először fújt az élvonalban, és innentől kezdve nézzük a mérkőzés összefoglalóját. Jönnek a hazaiak a harmadik percben, és íme itt az első gól. Pongrácz beadását Popin bólintotta a kapuba. 1-0. Sasa Popin a harmadik gólját szerezte ebben a bajnokságban. A Hóri Horgas szerb támadó legutóbb augusztus 9-én a Kecskemét ellen volt eredményes. 8. perc. Szejé lerázza az emberét, Szejé fölemeli a fejét, és megszerzi a másodikat. A szenegáli Szejének ez volt a harmadik találata. Fridzoni indít, Szeje meglép Jagodics mellett, és aztán a hálóba gurítja a labdát. 17. perc, kijön a labda a kapufáról, aztán beakad. Német szabadrugása után a kapufáról kiperdülő, kivágódó labdát Jagodics juttatja a hálóba, ezzel 2-1. A 23 éves Jagodics Márknak ez volt pályafutása első NB1-es gólja. 23. perc, Simmer ívelése után Radó találja telibe a keresztlécet. Ez történt az első fél időben. Nézzük meg, hogy mire mentek egymás ellen a csapatok a második játék részben. Egyenlítési lehetőség, és ott is van az újabb gól. Radó lép meg, Jagodics a nyakán, 16-ról végül is kilövi a felső sarkot. Másodszor volt eredményes Radó a bajnokságban. 55. perc. Radó leviszi az alapvonalig, jól gurítja vissza, picit dadog a labda, ott a lecsorgó nem szabadul föl, a hazai a kapuja, egy távoli lövés, és mellé megy. Iszlai vágta mellé. 77. perc, egy szöglet, ebből nincs gól, van viszont 1-1 pont mindkét oldalon, 2-2 a Lombard Pápa haladás meccsen.